ássak vagy pitízzek a kutyafáját, akárhogy is nézem, sokat teszek kockára, vagy sok kockát teszek kutyákra. Sziasztok, Balázs vagyok, és ma a Pöttyök című társasjátékot szeretném nektek bemutatni. Elmondom, hogy mit tud, hogy néz ki, és kinek ajánlom. Akik ismernek, azok biztos csodálkoznak azon, hogy ezt a játékot én mutatom be, hiszen ők tudják, hogy a pusiórák nem a kedvenc játékmechanizmusom. De a Pöttyök meglepett és tetszett. A Pöttyök egy könnyen társasjáték, amelyben a játékosok kockadobásaik értékeivel próbálják megtölteni a kutyáikon levő foltokat. Egy kocka akkor kerülhet fel egy kutyakártyára, hogyha a kutya foltján levő pöttyök száma megegyezik a kidobott kocka értékével. Hogy egy játékos hány kockával dobhat, hogy esetleg azokat újra dobhatja, azon múlik, hogy melyik trükköt választja az éppen aktívak közül. A trükkök segítségével akár jutalomfalatokhoz is juthatunk, amelyeknek köszönhetően akár újra is dobhatjuk az aktuális körben szerzett kockákat. De fontos, hogy nem csak azokat a kockákat, amelyeket kiválasztunk, hanem az összeset. És hogy miért kockázatos mindez? Mert azokat a kockákat, amelyeket nem tudtunk kutyakártyákra föltenni, el kell lássuk a kutyaoll alá. És ha ott több mint 7 pötty gyűlik össze, azok kirobbannak és letakarítják az összes kockát a kártyáinkról. A játék nyertese pedig az lesz, aki elsőként pöttyözte le 6 kutyust. A játék változatosságáról a sok trükklapka gondoskodik, ezeket ugyanis rengetegféle variációban választhatjátok ki. A pöttyöket egy jópofa rajzstílus jellemzi, amely vidám élettel tölti meg az asztalt, és mondjatok még egy játékot, ahol ennyire tematikusak a kockák. Na de kinek is ajánlom a pöttyöket? Ez a könnyed kis játék akár egy fél óra alatt is lejátszható, mondjuk egy hétköznap este, vacsora előtt. Vagy akár két komolyabb parti között levezetésként, ha szeretitek a push-your-luck mechanizmust. Ezek alapján akár családoknak, akár baráti társaságoknak is javaslom. A pöttyöket maximum 4-en játszhatjátok, de a szóló verziónak köszönhetően akár egyedül is játszható. A játékidő fél óra és 10 éves kortól ajánlott, bár szerintem ennél kisebbek is próbát tehetnek vele. Kockát a kézbe, pöttyöt a kutyákra, és vezessétek a kutyafalkátokat győzelemre. Jó játékot kívánok! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjátok meg a videó alatt a kis csengetyűt, hogy mindig értesüljetek, hogy új film kerül fel a csatornára, és egyébként meg minden közösségi médián ott vagyunk, Facebookon, Instagramon, TikTokon, keressetek minket, és hogyha elsőként szeretnétek az újdonságról értesülni, akkor iratkozzatok fel a hírlevelünkre is. Játszatok sokat, sziasztok!